ember jött álmomban házamhoz, egy galileai, oly éles, tiszta, fürkésző szemű, különös ember volt. Én kértem, mondja el sorsát, a dolgok kezdetét, a kérdésemre egy szót sem válaszol, mintha nem is hallaná. És jött egy bősz vad meg, sok ütni készököl, Ádát és durva nép, és megrohanták mind, megszakadt a kép, és jöttek ezek és ezek, már őt csinozták, kész körbe jár a bűnös neveit. Az én nevem mondták. Ha e beteg, bolond világra, uram, még egyszer megszületnél, bár milliónyi templomod van, kezdhetnél megint Betlehemnél. Szalmajászolodnál rangosabb hely, uram, te néked ma se jutna. Soha messzibb a te országod, mi atyánkod bár mindenki tudja. Ha így jönnél Názaretből sápadtan, fázva december este az ügyefogyott szenvedőkhöz Párizsba vagy Budapestre, s leülnél az éhezők közt, s abból, amit valaha mondtál, mesélnél új vigasztalásul, elfognának a tizedik szónál. Mondjál csak új hegyi beszédet, s amit mondtál a gazdagokról, s ha gyűlnének az elhagyottak, s szólnál az írásforgatókról, s ha megpróbálnád, uram, még egyszer az embert rávenni szeretetre, internálnának, esküszöm rá, ha nem is vernének mindjárt keresztre.